Nem azért tanítom meg nektek a gulyásnak a legnépszerűbb magyar étel, hanem azért, mert imádom. Nézzétek a videót, és ti is meg tudjátok majd csinálni. Lidl online főzőiskola az ikonikus ételeim fognak következni. Rögtön hozzá is láttuk így az első részben egy gulyásnak, a második részben azt láthatjátok, hogyan készül a rakott burgonya, a harmadik részben pedig az aranygaluskát fogom elkészíteni. Ha 1 kg hússal dolgozunk, akkor olyan 30-35 dek a hagymát fogunk használni. Hozzá is látok, elkezdem finomra ágni a vörös hagymát, addig kérdezzetek nyugodtan, hogyha a gulyással valami nem tiszta. És hogyha egész egyszerűen csak szeretitek, akkor pedig egy lájkot. Jöhet egy kis sertészsír, amin ugye elkezdem prítani klasszik módon a hagymát. Egy kis hegyes erőset, nem sokat, csak egy ilyen kis jelzésértékűt, ugyanolyan apróra vágok, mint maga a vörös hagyma. Ha olvadozik a zsírom, akkor jöhet a paprika és a hagyma. Vágok egy kis fokhagymát is. Paradicsom. Erre a módszerre, hogy eltávolítjuk a paradicsom héját, természetesen van egy jó kis séftippünk. Annyi elég is. Hozzákerült a paradicsom. Egy picit megsózom. Tehát az első felöntés. Nagyon kis könnyű alaplével. Ez lehet csirke vagy marha. Ezt a fázist még sokszor fogom megismételni. Fölöntögetem, pirítom, fölöntögetem, pirítom. Legkevesebb másfél órán keresztül, és ami készül a pörkölt alap, hiszen bőven van rá időtök, iratkozzatok fel. Meg fogom grillezni a húst, na nem teljesen készre, csak a széleit meg fogom kapatni egy picit. Zsírral megkenem a kezem, bedörzsölöm a húsomat, és már mehet is fel a grillre. Hogyha nem szeretnénk faszínen grillezni a húst, akkor nyugodtan egy tűzforró serkenyőben jó alaposan pirítsuk meg. Oldalanként hagyom egy olyan 3-4 percet. Gyönyörű szépen néz ki. Most már fölmerem kockázni, másfél-két cm-es nagyobb kockákra tudjuk vágni. Párolásra, gulyásra tökéletesen alkalmas. Eltelt kb. Egy másfél óra, létrejött egy ilyen isteni pörkölt alap, csak egy evőkanál paradicsompüré, feljebb veszem a tüzet, és jöhet a hús. Alaposan megfőröztem a grillezett húsomat a pörkölt alapba. Most jöhet egy pici só, nem sok. Most beállítom azt a létartalmat, amit végeredményként szeretnék, és ebbe a lébe zubogtatom, főzöm, egy pillanatra se állok meg. Hogyha párolog a lé, akkor pótolom, alaplével vagy vízzel, és így tud létrejönni egy makulátlan szaft, azaz maga a leves. Hát egy jó másfél órát főztem a gulyást, lehúzom a tűzről, egy picit följön a zsír a tetejére, és most megpaprikázom. Hagyok neki egy pici időt, amíg a zsírba eloldódik a paprika, és utána visszarakom a tűzre. Jöhet a burgonya és a sárgarépa. Egy serpenyő, nagy láng, egy minimális zsíradékon forró serpenyőbe egy picit odakapatok. Picit segítek a pirulásnak, egy minimális sóval és ugyanennyi cukorral. És meg egy picit odakap a sárgarépa, addig fölkockázom a burgonyát. Meg is jött a sárgarépára, imittam ott egy kis pirultság, jöhet hozzá a gulyáshoz. Az a pár perc előny, amit most a répa élvez, kihasználom arra, hogy a burgonyával ugyanígy járjak el. A burgonyára csak egy icipici sót rakok, cukrot nem, annak nem áll jól. Megjött a burgonyára, imittam ott egy kis pirultság, lehet látni, hogy üvegesre váltott, ez is jöhet a gulyáshoz. Most már tényleg csak azt figyelem, hogy ha a burgonya puha, akkor tálalhatok is. Van még kb. 10-15 percem, úgyhogy jöjjön még egy kis széltomiféle know-how. Frissítő a leves tetejére, ezt sokan ismerik. Angol zellert fogok hozzá használni. Egy kis hegyes erős paprikát, kis savanyított almapaprikát, természetesen petrezselyem, egy kis marokkói citrom, egy kis hazai. Marokkói citromot bárki tud igazából készíteni. Semmi más nem kell csinálni, mint leforrázni két szem citromot, tulipán formába bevágni, alárakni két únyi sót, fölönteni citromlével, és a kamra aljában két hónapig érlelni. Nem kell sok, csak ilyen mikrofűszerként gondoljunk rá. Apró kockákra vágom, hegyes erős, szintén apróra angol zeller, csak ilyen vékony karikákra vágom, jöhet a petrezselyem, pici almapaprika, savanyítva, nagyon apró kockákra, és az utolsó összetevő, természetesen egy kis friss salottahagyma.
És hogyha megvan minden összetevő, akkor szépen összekeverem. Még egy csoda összetevő, egy kis házi csipetke. Csipetkét már készítettünk az egyik tésztás séftippünkbe, ugyanazt használom. Ikonikus ételeim első lecke végére értünk, elkészült a gulyásleves, a rakott krumplimért kattintsatok ide, az aranygaluskámért ide, további témákért és leckékért pedig ide.